Szép napot kívánok mindenkinek, én Kis Dorina Hedvig vagyok, és témám, mint ahogy az elhangzottak, van tehát neurális hálók implementálása formális verifikáció céljából. Ebben a témában segítségemre volt dr. Kovászné Gergely tanár úr, innen is szeretném neki megköszönni. Ahhoz, hogy ebbe a témába mélyebben beleássuk magunkat, először is szeretnénk néhány szót szólni a neurális hálókról úgy általánosságban. Ugye, mint az ábrán is láthatjuk, rétegekből épülnek fel, egy input réteg, egy vagy több rejtett réteg és egy output réteg. Ezek a rétegek neuronokból állnak, amiket az ábrán színes pöttyökkel jelölve láthatunk. Megjegyezném, hogy az output réteg az most itt egyetlen neuron tartalmaz, de akár tartalmazhatna többet is. Ezekben a neuronokban levegőpontos értékek találhatók, melyeket majd továbbadnak a következő réteg neuronjainak, amivel azok tovább számolnak, ezek ugye a súlyok. Viszont ezek a neurális hálók sebezhetők, és tulajdonképpen erre is épül az egész téma, méghozzá úgynevezett adversarial attack segítségével, ami arról szól, hogy egy inputot valamiféle zajjal szennyezve a neurális hálót tulajdonképpen tönkre tesszük, rosszul fogja klasszifikálni az inputot. Mint ahogy az ábrán is láthatjuk, egy inputhoz valamiféle kisebb zajt adva az emberi szem számára nem ront annyit az adat minőségén, hogy felismerhetetlen legyen, viszont a háló ezt teljes mértékben félre fogja ismerni. Erre megoldás lehet a verifikáció, vagyis annak meghatározása, hogy egy adott neurális háló mekkora mértékben van kitéve ennek a támadásnak. Szeretném itt megemlíteni az egyetem által erre a célra fejlesztett szoftvert, vagyis a Verbine nevű szoftvert, ami formális módszereket használva verifikál különféle neurális hálókat, például SAT-szolverek és SMT-szolverek segítségével. Eredetileg binarizált neurális hálókhoz lett fejlesztve, ám ez az utóbbi nagyjából egy évben kiterjesztésre került kvantált neurális hálókra is, melyekből célunk az adatok kinyerése, ugye szintúgy verifikációhoz, mint a binarizált neurális hálóknál is. Szeretnék még előjáróban a kvantálásról is beszélni, ugyanis ez is egy fontos dolog a kvantált neurális hálók esetében. Ugye ez nem más, mint a súlyok véges sok értékre kategorizálása, melyhez először is a következő képletet használjuk. Ez a küszöbérték meghatározása, pontosan a -1,1 intervallumon, amely Q=2 esetén az adott értékeket fogja nekünk küszöbértékül adni. Ugye -0,75, -0,25, 0,25 és 0,75, ezekhez fogjuk majd a későbbiekben viszonyítani az a kvantálandó értéket, ami a következőképpen néz ki, és ez szintúgy Q=2 esetén az itt látható értékeket fogja nekünk megadni. Ezen képlet felhasználásával hoztuk létre a kvantáló függvényt, vagyis a round quantize függvényt, ami két paramétert vár, az egyik az x, ami a kvantálandó érték, ez mint majd a későbbiekben láthatjuk, lehet akár egy mátrix is, és a q-t, ami majd a kvantálás fokszámát fogja meghatározni. Könnyebb átláthatóság érdekében kimentettem néhány dolgot, például a 2 a Q-1-ent a POV nevű változóba, illetve a 2 a Q-1-ent szer X-et a numerátor nevű változóba, kerekítéshez pedig a keresz backend round metódusát használtam. Itt ez a rész egy kicsit problémásabb lehet, itt tulajdonképpen annyi történik, hogy a kerekített értékből kivonva az eredetit kapunk egy pozitív, illetve negatív számot, amit majd hozzáadva később az eredetihez, megkapjuk ugyanúgy a kerekített értéket. Erre azért van szükség, mivel ez a függvény ez lépcsőzetes lesz, ezért nem tudunk ott gradienst számolni, szóval előre le kell azt tiltsuk az adott helyen. Ehhez a keresz backend stub gradient metódusát használjuk. Ez a függvény kerül felhasználásra a kvantáló rétegben, amit a keresz dance osztályából származtatunk, paraméterében mindent bekér, amit az ős osztály is, plusz még egyetlen dolgot, ugye ezt a POV nevű változót, ami majd ugye a kvantálásnak a fokszámát fogja megadni nekünk. A round quantize metódust a Q-dance
KAL metódusában fogjuk felhasználni, melynek ugye a paraméterben bekért fogszámot fogjuk átadni. És mint itt láthatjuk, ugye a kernát kvantáljuk, tehát az egy mátrix, és nem egyetlen érték. A kvantált neurális hálók általánosságban a következőképpen épülnek fel, egy nagyobb és egy kisebb blokkot tartalmazhatnak, vagyis az output blokkot. Egy nagyobb blokk felépítése a következőképpen néz ki, mint azt láthatjuk, egy kvantáló rétegből, egy batch normalization rétegből és egy aktivációs függvényből, ami most maga ugye a round quantize függvény. A mi neurális hálunk, amit ugye mi implementáltunk, az pontosan erre a sémára épül, tehát három nagyobb blokkot tartalmaz és egy output blokkot, melyek neuronszámai a következőképpen alakulnak. Az első blokkban lévő kvantáló réteg neuronszáma 1024, a másodikéban 512, a harmadikéban 256, és mivel CIFAR-10-es dataseten tréningeztük, ezért az output réteg az 10 neuront tartalmaz. Itt látható kódként az adott neurális háló. Kiemeltem benne az általunk készített kvantáló réteget, melyeknek ugye, mint láthatjuk ott mellette a neuron számaikat, ugyanúgy alakulnak, mint az az előző dián. Itt egy változóba mentettem ki ugye az osztályok számát, ami jelen esetben ugye 10, ha a CIFAR-10-es a datasetet nézzük. Itt látható, hogy átadok egy változót, ugye ezt magának a Q-dance-nek adom át. Ennek veszélye az lehet, hogy akár véletlenül, akár szándékkal megadható neki különféle érték, mely befolyásolhatja a neurális háló hatékonyságát is. Az aktivációs függvényben, vagyis magában a round quantize-ban is ugyanúgy ez a változó kerül megadásra, mint kvantálás fogszáma. Szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy itt az elnevezések majd fontosak lesznek a későbbiekben. És itt látható egy adott nagyobb blokk, ugye a kvantáló réteget, a batch normalization-t, és magát az aktivációs függvényt tartalmazza, ami a round quantize függvény, tehát a kvantáló függvény. Legutolsó sorban pedig ugye az output réteg, ami egyetlen egy kvantáló réteget tartalmaz. És ugye célunk volt az adatok kinyerése a kvantált neurális hálókból, ez ugye majd későbbiek során a verifikációhoz kell. Ezt a következőképpen érjük el. Először is szeretnénk ugye a Q-dance-ből kinyerni a súlyokat, tehát az minden blokk első rétege. Amit a következőképpen a Keras modellosztályának Save Weights metódusával egyszerűen kimentjük a fájlokat, majd azokat visszaolvashatjuk a következőképpen, ugye a réteg nevével hivatkozunk magára a súlyokra, amiket a fájlba mentettünk. Ezt visszaolvasva és kvantálva megkaphatjuk a mátrixot. Q=2 esetén valami hasonló outputot kell, hogy kapjunk. Következő lépésben a batch normalization rétegből szeretnénk kinyerni az adatokat, ugye ez a nagyobb blokkoknak a középső rétege. Ugye ehhez is először fájlba kell mentenünk, viszont ez a súlyok kimentésével automatikusan megtörtént, tehát innen már csak vissza kell olvasnunk, ami így néz ki. Itt is ugye a réteg nevével hivatkozunk magára a változókra, amiket abban tároltunk. Itt négy változót kell kiventenünk, a moving mint, a moving variance-t, a gammát és a bétát, és a példának okán a moving variance valahogy így kell kinézzen. Szeretném összegezni tehát az eddig elhangzottakat. A létrehozásra került egy kvantáló függvény, ugye emlékeztetésképpen a round quantize függvény, majd ennek használatával implementáltuk a kvantáló réteget, vagyis a Q-dance névvel illetett réteget, melynek KAL metódusában ugye meghívásra kerül a fentebb említett round quantize függvény, illetve sikeresen kinyertük az adatokat mind a batch normalization rétegekből, mind pedig ebből a kvantált rétegből.
Mivel ezt a projektet érdemesnek tartjuk folytatni, ezért szeretnék néhány szót szólni a további tervekről. Ugye ezeket a kinyert adatokat nem elég csak beadni a Verbánynak, ezeket formázni is kell, hogy ezután verifikálni tudja azokat. Szeretnénk még hatékonyságnövelés céljából különféle változtatásokat tenni a neurális hálón, ilyen például a kvantálás fokszámának növelése, avagy csökkentése, illetve a rétegek és a neuronok számának változtatása. Továbbá még a gradiens számításra is szeretnénk valamiféle megoldást találni, hiszen az is nagyban hozzájárulna a neurális háló hatékonyságához, mivel jelen esetben a függvény szakadási helyeinél képtelenek vagyunk gradiens számolni. Köszönöm szépen a figyelmet, és innen is szeretném megköszönni, hogy az UNKP támogatta ezt a kutatást.